Köszöntök mindenkit, a választási bizottságunkat is, ami az utolsó ülésünk. A választás eredményét megállapító választási bizottság a választás eredményének jogerőssé válását követően, az eljárások jogerős befejezését követő 5 munkanapon belül átadja a megbízó levelet a megválasztott képviselőnek, és megállapításra kerül a jogerős választási eredmény. Tisztelt bizottság, ezúton szeretném ismertetni a végleges eredményeket. A szavazókörben megjelent választópolgároknak a száma 51.296 fő volt. Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók által beérkezett borítékoknak a száma 1.359, a szavazó választópolgárainknak a száma összesen 52.655 fő. Az urnába és a beérkezett borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapoknak a száma 52.582 volt, érvénytelen szavazólapok száma 706, az érvényes szavazólapok száma pedig 51.876. A végleges és jogerős eredmény pedig az alábbiak szerint állt fenn. A László Attila, Mi Hazánk Mozgalom jelöltje 3901 szavazatot kapott, Zrukka Zita a megoldás mozgalomnak a jelöltje 677 szavazatot, Kőhegyi Róbert a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltje 1528 szavazatot, Szabó Rebeka az Egységben Magyarországért, a Demokratikus Koalíció Jobbik Magyarországért mozgalom, Momentum mozgalom, Magyar Szocialista Párt, LMP Magyarország Zöld Pártja, Párbeszéd Magyarországért párt jelöltje 14.797 szavazatot. Pogácsás Tibor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje pedig 30.973 szavazatot. A választás jogerőssé 2022. április 12-én vált, ekkor vált a választási eredmény jogerőssé. A tisztünk az, hogy ezt az eredményt megállapítsuk, és a további tisztünk az, hogy a bizottság képviseletében átadjuk Pogácsás Tibor úrnak a megbízó levelet, akinek tiszta szívből gratulálunk ehhez a szép és nagy elért eredményért. Hát Pogácsás úr, szép megbízó levél. Köszönöm szépen. És kérjük, hogy nagyon sokat gondolja erre a választókörzetre, és eredményesen képviselj. Köszönöm szépen. Köszönjük, gratulálunk mindannyian.